A Jász Jákó halmai férfi nem tagadott. Beismerte, hogy lopási szándékkal vitte el Jásztelekről egy autót, amit a későbbiekben szét akart szerelni. Egy helyi lakos tett bejelentést a rendőrségre, mert ismeretlen személy a Jászteleki ingatlana előtt álló személygépkocsiját 0 óra 15 perc környékén eltulajdonította. A bejelentő elmondta, hogy járművének gyújtás kapcsolójában az indító kulcsot korábban benne hagyta. Később állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre, mert Jászapáti belterületén egy személygépkocsi vezetője balesetet szenvedett, majd a járművet hátrahagyva eltávozott onnan. Úgy történt az eset, hogy jöttem itt autóval, gyorsabban egy kicsit, hogy nem kellett volna, behúztam a kéziféket, fékeztem, mert nem, nem, láttam előre, hogy nem bírok megállni, nem fogok tudni úgy megállni, hogy nem menjek bele az oszlopba, vagy az árokba, vagyis itt a kerítésbe, itt a hátam mögött. Ennyi, ennyi volt az egész. Felborultam, aztán rá egy tíz percre azt arra ébredtem, hogy ott van a barátnőm mellettem, és kivesz a kocsiból, ennyi. A helyszínre érkező egyenruhások gyorsan megállapították, hogy az eltulajdonított gépjármű azonos az anyagi káros balesetet szenvedett autóval. El, elkötöttem, hát mit mondjak? Barátomnak az autója volt. Amúgy ez. Csak hát. Na most persze elkötöttem, de ne is haragudjon meg. Ki mondom ezt még egyszer, hogy ne haragudjon már senki, meg, akivel rosszat tettem, meg eddig is rosszat csináltam, ne haragudjon. Ezt tudom hogy ő, ő, üzenni neki meg mindenkinek elnézést. Adatgyűjtés követően csak hamar ismerté vált a feltételezett elkövető személyazonossága is. A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható Jász Jákóhalmai lakost lakcímén elfogták, és előállították a Jászberény Berényi rendőrkapitányságra. A rendőrök a 25 éves férfi gyanúsítottként hallgatták ki, aki elmondta, hogy a járművet lopási szándékkal vitte el jáztelekről, azt a későbbiekben szét akarta szerelni. A jázberényi rendőrkapitányság lopás büntetel követése miatt folytat eljárást.